gondoltam volna, hogy én életben soha ide kerülök. Aztán úgy alakult a dolog, hogy már nem volt munkám se, fogyott a pénz, ugye. Egyszer gondoltam, mondom, beállok ide, én is a sorba, hát a fölvesznek. Így kerültem be ide a Fapadra hátra, hajléktalan szállóra. Aztán azóta egyszerűen csak nyugdíjaskodok. Ha én mellé felszállok a buszra, te meg nem mondod rólam, hogy én mely kapun jöttem ki. Ugyan illatos vagyok, rendezett, borotvált, fésült, ruhámat is meg lehet nézni, kész. Na most ezt az emberek nem tudják, hogy vannak ilyen fokozatok. És ha úgy veszük, akkor egy hajléktalannak Isten igazából ilyen helyről valahogy, valami úton, módon csak ki kell tudni menni. Mindenhol belütközök ebből, hogy húha, 80%-os, jaj. Ezt hiába mondom azt, hogy én mobilis vagyok, bárhova elmegyek a világ végére is, megijednek. Autófényező az eredeti szakmám, fényező mázoló. Szerencsém volt, engem már egyből kiraktak ide a Fertő utcába, a gyárba. Utána már nősülés jött, akkor rengeteg albérlet, akkor három lányom van. Lakás a Pongrász telepen, a Trolli garázs mellett, na ezért lettem trollis egyébként. Akkor 6 évig vagy meddig trolliztam. Szerencsétlenségemre elkezdődtek a leépítések. Mi egyből beleestünk. Természetesen a házasságom is tönkrement. Akkor dolgoztam a gumigyárba. 8 évig sírköveztem itt a Kozma utcába fönt. Akkor kaptam egy lehetőséget, hogy mehetek erre a biztonsági őrnek. Hát ugye felépítés minden megvolt. Főhelyem az ott volt fönt a Svábhegyen. És akkor ott kapott el a betegség. Most a mentőhöz ma úgy támogattak ki. Szerintem a László, ő nem lenne már hajléktalan, hogyha mondjuk a betegsége nem lenne. Tehát, hogy akkor szerintem ő már jó 10 éve nem hajléktalan szállón lakna. Agyvérzés, besűrűsödött a vérem, vérnyomás föl, érrőg az agyamba, kész. Na, mondom, hát akkor ennyi volt az élet. Na, jó fél évet voltam ment, mire helyrehoztak. Rengeteg olyan van, ahol kikötés, a B-s jogosítvány. Nem csak automatán vezethetek, hanem rendesen, mint bárki más. Most ez a jogosítvány meg azért lenne jó, így legalább lenne arra esély, hogy esetleg valami szervezetni, tehát ilyen szeretett szolgálatok, stb. Én bízom benne, hogy a jogosítványal akár mobilabbá válik, tehát hogy egyszerűbb lenne neki elhelyezkednie. Folyamatosan az internetet is böngészi különböző állás lehetőségek után. Ugye mondjuk itt az alapítványnál is van olyan, aki mondjuk 2 hetente idejön, elviszi a szennyes ágyneműt, aztán hoz helyette tisztát. Tehát én még akár ezt is el tudom képzelni, hogy valami alapítványos szépen oda beépül, kap egy kocsit, aztán jöhet-mehet. Valamit kell csinálni, mert az, hogy az ember ül egész nap, és akkor nézi a falat vagy a tévét, az amúgy sem menne nekem, mert annak meg már semmi értelme. Tehát a Laci ugye pont nem az a szobanövény típus, hogy beállítjuk a sarokba, és akkor ott jól el van. Ő még igenis így csinálná a dolgokat, haladna előre. Ő feltalálja magát, és ez igazából tényleg igaz rá. Ha kap egyszer egy ilyen lehetőséget, egy ilyen konkrét segítséget, akkor igen, ebből ki tud lépni.